Miskolci Jégvirág Korcsolyaklub jégtáncosainak produkcióival avatták fel a jeget a Sátoraljaújhelyi jégcsarnokban. Az épület átadásával hivatalosan is elindult a téli szezon a Zemplén Kalandparkban. Az átadón Szamos Völgyi Péter úgy fogalmazott, bár sok munka, tervezés és aggódás van az öröm mögött, ezt mégis felülírja, hogy újabb fejlesztést tudtak teljesíteni itt a Zemplén Kalandparkban. Mi azt álmodtuk meg együtt, hogy egy olyan települést építünk, amelyben mindenki jól érezheti magát, ahol az adottságok, a lehetőségek megvannak. Legalább olyan szinten, mint egy megyei jogú városban, vagy pedig egy fővárosban. Megvannak. Jégcsarnokot akartunk, jégpályát akartunk, sportcsarnokot akartunk, kalandparkot megépült. De iszonyatos munka van mögötte. A csarnok egy speciális, de ma már sok helyen alkalmazott önhordó hészerkezetű rendszer, amelynek szigetelésére is megvannak már a tervek. Most az időjárási viszonyok kiküszöbölése volt az elsődleges cél, és az, hogy minél többen válasszák ezt a sportot, mondta Dankó Dénes alpolgármester. Tanulják meg, tapasztalják meg ezt a sportot, és minél több időt töltsenek itt, hiszen a cél az az volna, hogy minél jobban kihasznált legyen a közönség korcsolya esetében is, de most elég komolyan beleállunk a korcsolya oktatásba és a jégkorong utánpótlás nevelésbe, mert azt szeretnénk, hogy kimondottan sportcél, és minél többen használják a létesítményt. A csarnok természetesen nem csak az új helyieket szolgálja majd ki, a Jégvirág Korcsolya Klub például már a héten edzőtábort szervez ide. Úgyhogy rettentően örülünk neki, hogy nyílt, és az utánpótlás nevelésben nagyon számítunk az egész csarnokra. A Zemplén Kalandpark folyamatos megújulása és fejlődése a térség turizmusának is hasznos, mondta Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Ez vendégeket fog vonzani, de nem csak itt Sátoraljaújhelyben, hanem egy olyan attrakció, amivel több vendég fog jönni Sárospatakra, Fűzérre vagy éppen Tokajba. A tervek szerint a csarnok március végéig üzemel majd. Jó hír a sport kedvelőinek, hogy erre a szezonra több mint 20%-kal csökkentették a jegyárakat.